196 millió forint vármegyei fejlesztésből kormánytámogatással újult meg a Szentlőrinci Arany János óvoda. Hétfőn volt a megnyitó, azóta már boldogan birtokba vették az apróságok a létesítményt. Ez az összeg elegendő volt arra, hogy az épület energetikai korszerűsítése megtörténhessen. Tulajdonképpen kívülbelül megújult az óvoda, és azt mondhatjuk, hogy eddig kiváló óvodapedagógusok foglalkoztak a legkisebbekkel, mostantól felújítást követően a szülők elvárásainak megfelelő környezetet is tud biztosítani az intézmény. A beruházás számomra azért is különös jelentőségű, mert az a közösség, amely óvoda vagy bölcsőde felújításba vagy bővítésen gondolkodik, azt tervezi, az bízik a jövőben, hiszen minden egyes óvoda és bölcsőde fejlesztés az a jövőbe való befektetés. A gyermekek jelentik egy település, egy vármegye számára a jövőt, ezért örülök annak és büszke vagyok arra, hogy egy szép összefogás eredményeként Baranya vármegye szerte és Szentlőrincen is több gyermekek ellátását biztosító intézmény is meg tudott erősödni, vagy meg tudott újulni. Én azban bízok, hogy ez a vármegye és a városok erősödését is fogja hozni. Szentlőrinc és térségéből fogad kisgyerekeket az óvoda. Az energetikai korszerűsítés következtében új nyílászárok létesültek. Az épületet szigetelték, kifestették kívül belül, a fűtés, a világítás is korszerűsödött, a csoportszobák is megújultak, ajzatburkolás történt, új beltéri ajtókat építettek be, kicserélték a tetőt is, valamint a napelemet és hőszivattyút helyeztek az épületre. Ennek köszönhetően az óvoda energia felhasználása jelentősen csökken a jövőben, mondta Molnár Judit főigazgató. Ez az óvoda komoly múltra tekint vissza. Ez az óvoda nagyon régmúlt tekintre vissza, több mint 100 éves, ugye nem ez az épület, hanem a régi épület még. Szentlőrincen ez volt az első óvoda, majd ezt követően 1977-ben épült a székhelyi intézményünk a Liszt Ferenc utca 2-ben, és jelenleg itt most 3 óvodai csoport működik, és 75 gyermek jár ide az intézménybe. A szentlőrinci óvodásokon kívül Kacsótáról és Csonka-Mindszentről járnak ide gyerekek. A megszépült, korszerűsödött 21. századi óvoda a szülők és gyerekek igényeit most már kielégíti.